Minden eddiginél több jelölés érkezett a megyei Prima díjakra. 10 kategóriában várta a VOSZ Heves Vármegyei Szervezete a jelöléseket, közülük 2024. október 26-án megrendezett gála műsor keretében hirdették ki a megye idei 3 legjobbját és a közönség díjast is, akik munkásságuk elismerésén kívül pénzjutalomban is részesültek. Így van, és nagy örömünkre valamennyien elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak velünk a stúdióban Berzevici Fehér Jánosné, a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában, Dorkó Péter a sport, Magyar Sport kategóriájában, dr. Gem József a tudomány, Magyar Tudomány kategóriájában, és hát nyilván a közönségdíj kategóriájában a győztes, a dalvarázs együttes, és itt van velünk, nagy szeretettel köszöntjük Földesi Korsós Andreát. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, itt vagytok velünk, és mindenek előtt gratulálunk, mert azt gondolom, hogy ez méltó és mértékadó díj. Talán kezdjük Irénkével, és nyilván, mivel az időnk véges, nem tudunk mindenkiről a szakmaiságról beszélni, inkább beszéljünk az emóciókról, arról, hogy hogyan élték meg ezt a díjat, és mit jelent, mert hogy ugye idén már visszajár, hazajár hozzánk, ha lehet így mondani, Irénke. Ugye március 15-e alkalmából egy rangos állami kitüntetéssel gazdagodott, most viszont a vállalkozók díjazták gyakorlatilag a munkásságát. Hogy élte ezt meg? Hát minden díjnak nagyon tudok örülni, és mindegyik nagyon nagy megtiszteltetés, és óriási meglepetés. Hát mikor én mikor megkaptam az e-mailt, hát többször el kellett olvasnom, és azonnal még nem ismertem megmondani a családtagjainak, csak egy kicsit vártam, és bevallom őszintén, hogy nagyon jó érzés volt, hogy 9 jelölt között már ott lehetek, és ez már maga tulajdonképpen egy nagy elismerés, és ez már olyan is, mint hogyha akár meg is kaptam volna a díjat, de amikor ott kimondták a nevemet, hát én úgy felugrottam, hogy nem is tudom, hogy akkor kellett volna még várni, én szaladtam kifelé, és tényleg olyan állapotba kerültem, hogy hatalmas boldogság és öröm, aztán másnap megjött a nagy elpityeredés, hogy méltó vagyok-e rá, hogy tudom én ezt még megszolgálni, hogy tudom segíteni a közösséget, mit tudok még én ezután többet tenni, úgyhogy tulajdonképpen még mindig feldolgozás alatt van, de az az óriási öröm, hogy nem csak én örülök, hanem annyian kifejezték örömüket e-mailbe, telefonon keresztül, hogy valójában ez is egy nagyon-nagyon nagy elismerés. Úgyhogy nem egyedül kell örvendenem, hanem mások is drukkoltak nekem, és örvendetek. Úgyhogy nagyon... És akkor én erre is kapcsolódnék rá, hiszen Péter is azt mondta, amikor átvette a díjat, hogy igazából az ő eredményei a sportoló eredményein keresztül mérhetőek igazából, és hogy egy egész szakosztályt képvisel, nyilvánvalóan az önirányítása alatt lettek olyan sikeresek, amennyire lettek sikeresek a saját sportjában. Hogyan élte meg a jelölést ön és a tanítványaim, illetve milyen plusz pozitív löketet ad mondjuk az ökölvívás sportnak egy ilyenfajta elismerés? Magát a jelölést az meglepetésnek éltem meg, mert nem gondoltam, hogy egyáltalán bekerülök ebbe a szűk elitbe, aki díjat tud kapni. Nagyon örültem neki, de őszintén ezek nem számítottam arra, hogy a díjazottak között tudok lenni, mert olyan társába keveredtem, ami úgy éreztem, hogy ezért túlmutat rajtam, de nagyon-nagyon boldog voltam, hogy megkaptam. Meglepetésre, vagy meglepődésre volt időm, hiszen elsőre szóltottak ki, igazából nem tudtam. Jobb volt először kimenni, mint utoljára, szerintem, nem kellett izgulni. Nem volt izgulni való. A szakosztálynak köszönöm, ugye nekem az én munkám több rétegű, több részből áll, nem csak a szakosztálynak a munkája van, hanem a serdülők körül válogatottnak vagyok a szakák vezetője és az Észak-Magyarországi régiónak a vezetője 2010-es évek elejétől. Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, azok a sportolók, fiatal felnőttek, akik ott a kezünk alatt voltak, mert nem egyedül dolgozik az ember, segítői mindig vannak. Ezek a srácok is egy kicsit sajátoknak tudják ezt a díjat, és nagyon boldogok tőle. De jó.
Na akkor menjünk egy kicsit a rocker biológus irányába. Anélkül, hogy nagyon belemennék ebbe a dologba. Szerintem te egy népszerű kutató vagy azért az egyetemen is, ugye ismerhetünk dobosként, zenészként, akár a Mood Garden zenekarból is. Hogy gondoltál arra, vagy gondoltál-e egyáltalán valaha arra, amikor visszaköltöztetek Magyarországra ugye a családdal, mert elég kacifántos utat jártatok be, hogy valaha elért téged ilyen elismerés, ami helyi elismerés, és a helyi vállalkozók díjaznak, nem egy egyetemi, vagy nem egy állami díj? Nem, tehát hogy őszinte legyek erre, így nem gondoltam. A szándékunk azzal, hogy hazaköltözünk, ugye 20 év külföld után, leginkább az volt, tehát mondjuk egyrészt honvágyunk volt, a másik rész pedig szerettünk volna a szemléletünkkel, a tudásunkkal hozzájárulni, hát a szűkebb hazánknak a fejlődéséhez, mind a párom és én itt nőttünk fel, tehát a családi gyökerek is innen származtathatók. Tehát a kérdésre a válasz, hogy nem gondoltam, különösen nem, hogy úgymond az akadémiai szférán kívülről érkezik az elismerés, és ez számomra azért is fontos, mert én azt mindig szem előtt tartottam, hogy a kutató munkámnak legyen egy olyan oldala, melyik alkalmazható is, és ez jóformán azt mutatja nekem, hogy az az út, amin eddig is már rajta voltam, és még szeretnék több mindent ugye elérni, hogy érdemes. De jó. És hát ugye azért azt ne felejtsük el, nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy Józsefről egy gombafajta is el van nevezve, ugye? Mert hogy én azért próbáltam utána olvasni, egyszerű gombafogyasztóként a csiperge gombát megveszük a boltba, de közben kiderül, hogy jó néhány száz alfaja van a csiperge gombának. Szóval, hogy lehetne miről beszélni egyébként mindannyiukkal. Köszönjük. És hát ugye azt mondtuk, hogy Hevesvár megyei prímadíj, de ugye a közönségdíj, akihez került, a Dalvarázs Sókórus, hát országos unikalitás gyakorlatilag, hiszen igazából valljuk be őszintén, hogy egy nagyon egyszerű ötlet, de mégis ezekből az egyszerű ötletekből lesznek az ilyen fantasztikus kezdeményezések, ugye, amit Andrea vett szárnyai alá, és 2014 óta immáron 10 éve próbálja reptetni a dalok szárnyán ezeket a srácokat, akik nem csak fantasztikusan énekelnek, hanem mellé táncolnak is. Igen. Nyilvánvalóan gondolom, hogy felléptetek már számos olyan rendezvényen, ahol ez sokaknak tetszett, valószínűleg ennek is egyfajta elismerése ez a díj. Hogy éltétek ti, meg a srácok, a gyerekek? Iszonyatosan izgalmas volt ez az este, főleg azért, mert én mentem utoljára a színpadra. Végigvárni ugye mindenkit, és még mindig hátra kellett dőlni ugye előtte a székbe, és akkor nyugodtan várni. Nem lehetett. Nagyon izgalmas volt, és igazából én azt mondtam a gyerekeknek, hogy nekünk ugye, tehát a közönségdíj volt az, amire nem azt mondom, hogy pályáztunk, de amikor már tudtuk, hogy bekerültünk a jelöltek közé, hát hatalmas volt az öröm, és azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy ilyen jelöltek között a közönségdíj volt az, amit úgy megcéloztunk, hogy igen, ez esetleg ebben úgy látunk realitást, de ettől függetlenül végig nagyon izgalmas volt, és tényleg, amikor kimondták a nevünket, hát hatalmas volt az öröm, és amikor a gyerekek megtudták, tehát azért azt elmondanám, hogy van egy zárt csoportunk, ugye szülőkkel együtt, folyamatosan rezgett a telefonom, nyilván ott nem használtam, csak éreztem a táskában, tehát iszonyatosan izgatottak voltak, és mi másnap találkoztunk, tehát mi szombatonként szoktunk egyébként a gyerekekkel próbálni, kivételesen most vasárnapra tettük a próbát, én úgy voltam vele, hogy ha nyerünk, ha nem, akkor is megünnepeljük, mert már az, hogy felterjesztettek minket, én azt gondolom, hogy ez is nagyon nagy dolog volt, így, hogy nyertünk, hát természetes, hogy tortával vártam őket, és minden finomsággal. Olyan öröméneklésbe csaptak, hogy tényleg
annyira jó érzés volt. Én akkor érzékenyültem el igazán egyébként, másnap. És még mindig feldolgozási időszakomat élem. Oké, a díj, ha valaki díjat kap, az mindig kötelez utána, ugye? Hogy jól gondolom én ezt, vagy szerintem így vagyunk ezzel mindannyian. És új gondolatok is kifejeződhetnek az emberben, hogy egyrészt az, hogy megerősít az, hogy jó úton járunk, másrészt újabb kötelezvényeket ró a nyakunkba. Meg kell felelni, tovább kell lépni, előre kell menni. Élénke, hogy van ezzel a történettel? Hiszen azért nagyon sok minden már lent van az asztalon, azon a bizonyos asztalon. Lehet innen még tovább lépni, tovább fejlődni? Hát én bízom benne, hogyha a Jóisten ad erőt, akkor utolsó pillanatig ugyanolyan aktivitással tudok majd dolgozni, nem csak úgy, mint a alkotó, hanem én a közösségekben is mindig szerettem tevékenykedni, és most is nagyon-nagyon aktív voltam. Hát hogyha most én itt felsoroltam, hogy mi mindenhol dolgoztam közösségekért, az fontos volt számomra az is, hogy másokat támogassak, és nagyon fontos az, hogy a fiatalokat segítsem a különböző pályázatokon, hogy milyen öltözeteket, viseleteket készítsen, és ugye mi szervezzük és rendezzük Egerbe az országos viseletkonferenciát, ami jövőre lesz, és annak programszervezője vagyok, házi asszonya vagyok, és a 13. alkalommal kerül megrendezésre ez a konferencia, és ahhoz ugye tartozik egy nagy kiállítás, egy divatbemutatás, mutató. Ez már a 13. bűvös számom, muszáj elmondani a 13-at, és 13 évig voltam a Heves-megyei Népművészeti Egyesületnek is az elnöke, tehát ott is egy tagságot tudtam szolgálni, 13 évig pedig Tokajba, a tokaji alkotótáborba, ott is segítettem a népművészeket, 18 évig az Országos Ruhaviselet Szakmai Bizottságnak voltam a vezetője, és most pedig az akadémián megint kinevez a népművészeti tagozat köztestületi tagjainak, a közgyűlési képviselőinek, úgyhogy most ott is tulajdonképpen különböző rendezvényeket kell megvalósítani. Már az első megvolt most májusban, egy nagy kiállítás, ott 40 alkotó népművész az akadémiáról vett részt, a közösség lélekmadara, és az is nagyon nagy siker volt, de most tulajdonképpen most beharangozhatnám a saját kiállításomat és a divata hagyomány 40 év a népművészet szolgálatába, amit tulajdonképpen most megtekinthető fedémesen a Palóc Viseletek házába, ahová mindenkit szeretettel invitálok, és ott látható három tanítványomnak is a munkája. De jó, hiszen akkor már tovább is van örökítve. Egyébként azért ebben mindegyik őtök hasonló cipőbe jár, hiszen a tudás fiataloknak való átadása, az ugye mindenkinek nagyon fontos, ugye Péternél, akár a sportolóknál, ugye a fiatal kutatóknál, meg hát a gyerkőcöknél. Péter, nálad mit kötelez a díj? Azért minden díj egy elvárás és egy másfajta hozzáállást hoz magával, bárhol bármit kap az ember, mindig egy kicsivel több lesz, és egy picivel többet kell nyújtani a közösség felé. Igazából ez a díj ez azért annyiba kötelez, hogy Heves-Vármegye közéletében innentől fogva azért máshogy kell megjelenni, máshogy kell viselkedni. Úgy is, igen. Hál' Istennek az a probléma, hogy is társaságban. De viszont a maga a sportra rávetítve pedig a gyerekeknek kell egy picit másabbul hozzáállni a dolgokhoz, hiszen egy olyan elismerésben részesült a sportág, azáltal a szakosztály, hogy őket is kötelezi a versenyzőinket is egy picit arra, hogy még büszkébben hordják az egri városi sportiskola mezét. És József esetében pedig ugye Amerika, Alaszka, Hollandia, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen kutatott, és hogy az emberben él egy ilyen sztereotípia, hogy a kutatói tevékenység az egy ilyen magányos dolog, van egyfajta tudományos közeg, ahol nyilván ezek az eredmények eszmét cserélnek, meg napvilágra jutnak, de most ugye a vállalkozói közeg tekintetében történtek-e ott a vacsorán olyan beszélgetések, hogy ezt a fajta tudást, ami a te fejedben van, nyilván a mondjuk az egri
borvidék számára kamatoztassuk. Ugye az alkalmazott tudás, amiről beszéltünk, hiszen itt ugye most e felé a közeg felé is nyitni szükséges, azt gondolom. Hát a díj az reményeim szerint ad majd egy nagy lökést ezen a téren is. Már eddig is természetesen együtt dolgoztunk, mondjuk a szőlészetben ugye gazdákkal, sőt még az erdészeti mikrobiális projektjeimmel is jóformán erdészetekkel együtt van. És ugyan, tehát azért kell mondjuk ahhoz idő, amire mondjuk a tudományos, hát mondjuk információk, azok beépülnek a gyakorlatba, de mindenképpen az a hosszú távú tervem, hogy az ország számára, a gazdaság számára, az itt élők számára is mondjuk hasznosulhassanak ezek az információk. Andi, mikor válik majd a díj után, ugye most már egyrészt 10 évesek vagytok, tehát ennek a 10 évnek is egyfajta lenyomata az, hogy most díjat kaptatok, közönségdíjat ráadásul. Mikor válik, nyilván tudom, hogy most is az életed szerves része ez a történet, de hogy azzá a hivatással, amire azt mondod, hogy majd te 40 éve vagy 50 év múlva is ezt akarod ebben a formában csinálni. Vagy ezt már elérted? Ezt a gondolatot? Az az igazság, hogy amikor ez az egész kipattant, és amikor elindult, akkor valamilyen szinten kísérleti jelleggel indult, mert nem volt ilyen Magyarországon. Tehát, hogy bármennyire egyszerűnek tűnik, nem az. Ugye felnőtt kórusban talán létezett valami hasonló, igen, vagy felnőtt, amit a gyerkőcökben... És van is, igen, gyerekekben nem. Azért a gyerekek mindig más. A gyerekekkel mindig, tehát még egy felnőtt kórus, azért több kórusban énekeltem én is, hasonló kórusban is. Ugye ott valamit megtanultunk, következő héten onnan folytattuk. A gyerekeknél nem, ott mindig vissza kell csatolni. Tehát ott azért tényleg mindig gyakorolni, mindig újra elővenni. De kiöregszenek, jönnek az újabb. És ez ami a nehéz, hogy folyamatosan ugye cserélődik a társaság, és akkor kimegy mondjuk, most kiment egy 19 évesünk, jött 3-7 évesünk. Hát nem ugyanaz azért. És azért nem ugyanaz. És mindig meg kell újulni, mindig előről kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy egyébként tényleg egy komplex dolog, mert nagyon, nagyon koncentrálniuk kell ahhoz, hogy több szólamban énekelünk, és a hangzás is jó legyen, táncolunk, tehát ott tényleg a koreográfiára is, levegőt is kell tudni közbevenni. Tehát azért és ez csak egy része. Úgyhogy nem olyan egyszerű. Én azt gondolom, hogy én megtaláltam ebben azt, amit talán nem is tudtam még, mikor fiatalabb voltam, és ott tartottam, hogy hová menjek tovább tanulni. Én csak annyit tudtam, hogy a zene és a kisgyerekek, vagy a gyerekek közelében szeretnék lenni. És akkor ugye így indultam a pedagógusi pályán, és egyébként tanítok általános iskolában is, és mindemellett csinálom ugye ezt a kórust, vagy vezetem ezt a kórust. Azt érzem én is, hogy most azért ez most megint egy szint, elértünk valamit, és nagyon örülünk neki, és nem adhatjuk alább, tehát, hogy innentől csak fölfele és előre kell haladnunk. Hát, hölgyeim és uraim, gratulálunk nagy szeretettel, tisztelettel még egyszer. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek hozzánk, és személyesen tudtunk gratulálni a tévé nyilvánossága előtt is, és kívánjuk, hogy valóban ez a díj, ez adjon még több erőt, kitartást, lelkesedést, mert azért azt hiszem, hogy minden szakmához ez elengedhetetlen, meg az az alázat, amivel rendelkeztek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és gratulálunk még egyszer. Köszönjük szépen.